Házi sajt, szörpök, mézek, kézműves termékek, és még sok más portéka várta azokat az érdeklődőket, akik ellátogattak a bogyiszlói Holduna partján először megrendezésre kerülő termelői piacra. Az elmúlt években Magyarországon új fejezet kezdődött a piacozás történetében. Tolna megyében is egyre több helyen szerveznek ilyen jellegű vásárokat, ahol nem csak bevásárolni lehet, hanem a közösség építésére is van lehetőség. Az ízletes termelői árucikkek a kézműves termékek megvásárlásával a hazai kisvállalkozókat és őstermelőket támogatjuk egy olyan piacon, ahol a megvásárolt árukról tudjuk, hogy kinek a keze munkáját dicséri, és ahol a vevő és a termelő között személyes kapcsolat alakulhat ki. Egy hiánypótló rendezvény, mert nagyon vártok, hogy valaki Szekszárd környékén álljon neki egy ilyen programnak. Családdal jöttünk, kutyával, gyerekekkel, mert hogy egy remek program, és én még sosem jártam bogyiszló meg a vízparton, úgyhogy legalább most ezt is megnézem. Mi elsősorban ilyen cukormentes italokat keresgéltünk, és találtunk kettő árusnál, és úgyhogy teljesen elégedettek vagyunk. És mindemellett egyébként még van egy egyesület, egy helyi egyesület, aminek én is tagja vagyok, és ők főznek most itt birkapörköltet, úgyhogy félig meddig résztvevőként is jelen vagyunk. Az első termelői piacon egy hagyományőrző ebéd is várta a Holduna partra látogatókat. A helyszínen bográcsban főtt birkapörkölt mellett a helyben sült híres bogyiszlói kalácsot is megkóstolhatták a vásárlók. Az ételeket a Bogyiszlói Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület tagjai készítették el. A mi egyesületünk azért alakult, hogy az ilyen helyi rendezvényeket, a gasztrórészt támogassa, bemutassa a bogyiszló gasztronómiáját. Ugye itt is készül a mai is a bogyiszlói birkapörkölt, aztán tejfölös kalácssal várjuk, illetve frissen sütött lángossal, hurkakolbásszal várjuk az ide látogatókat, és hát reméljük, hogy hagyományt teremtünk ennek a piacnak, és időről időre meg tudjuk vendégelni az ide látogatókat. Közel 100 fő vendéget várunk, mármint hogy a birkapörköltre, és hát még amit említettem az előbb, hogy minden egyén mással, úgyhogy én azt mondom, buzdítok mindenkit, hogy érdemes lesz ma ide látogatni és megkóstolni a bogyiszlói ízeket. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az első termelői piacon, ahol elmondta, a piac helyszínéül szolgáló teret a közelmúltban adták át a területi operatív program keretein belül, ami magában foglalta a Holdunai partszakasz teljes rekonstrukcióját is. Jó látni azt, hogy környező településekről érkeznek az árusok, és nem csak az árusok, hanem a vásárlók, tehát ez a 140 millió forintos támogatás, amiből ez megépült, ez az infrastruktúra, ez valóban közösséget épít, és nem csak a bogyiszló emberek, hanem a környék településen élő emberek, kézműves árusoknak a boldogulását és ez a szabadidő kellemes eltöltését is lehetővé teszi. Ferenczi Ágnes, a termelői piac megálmodója, bogyisztói lányként úgy gondolta, teremt egy olyan fórumot a helyi és a környékbeli termelők számára, ahol bemutathatják portékájukat, kialakíthatnak egy vásárlói közösséget. A környéken lakó embereknek pedig lesz egy hely, ahol nem csak megbízható, minőségi kézműves termékeket vásárolhatnak, hanem egy kellemes délelőtöt is eltölthetnek a családdal a Holduna parton. Igazából elég volt hozzá egy Facebook posztot kitennem, rengeteg érdeklődő is jelezte, hogy milyen jó ötlet, és tök szívesen jönnének egy ilyen piacra vásárolni, vagy eltölteni egy napot, meg iszonyatosan sok termelő és kézműves is jelentkezett. Környékben a helyi piacok vásárol, megvannak, de én azt veszem észre, hogy itt Tolna megyén belül nincs ilyen piac, ahol csak helyi és csak termelői kézműves dolgokat lehetne kapni. A termelői piac hagyományteremtő céllal jött létre, így a jövőben is rendszeresen megrendezésre kerül majd. Ezzel is támogatják és népszerűsítik a hazai termékeket.